Sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt, én Atronix vagyok, és ez itt a Solaris 2 szervere. A mai videóban folytatom a Maxintik surával videósorozatomat. Itt volnék nektek a harmadik résszel. Megmutatnám, hogy miket haladtam idáig. Igazából nem történt így szintügyileg akkora változás, mint amit szerettem volna. Ugye az előző videóban azt mondtam, hogy 90-es leszek. Lélekbarlangban nem olyan könnyű fejlődni, valamint a cuccaim is javításra szorultak. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most egy kicsit a karakter cuccaival foglalkozok. És meg is nézhetitek, hogy az oroszlán kardomat lecseréltem egy méregkardra. Lett egy 9-es máikus sisakom, 9-es titán pajzsom, ami azért elég jó optos, egy 9-es lélekkristályfüles, a nyakasom az 6-os egyelőre, de 9-es az LK karosom, és még lett egy jégmadár cipőm. Szóval azért erősödött jelentősen a karakter, rúnákkal is foglalkoztam egy kicsit, de ezt majd a videó során láthatjátok, majd úgy is. Úgyhogy nézzük meg igazából, milyen események történtek az előző videó óta. Na hát Facebookra is kitettem, nyitottam egy varjú acélíjat, aminek nagyon örültem, kaszás ládából. Céhen belül el is adtam egy céljitársnak, elég jó áron, úgyhogy nagyon szépen köszönöm innen is, hogy megvette. Nagyon örültem a Youngnak, valamint a zsugi fejémét is, amit a DT-zgetések során gyűjtögettem, elkezdtem eladni. Kicsit sajnálom, hogy eléggé ár alatt adtam, nézzetek körül, mielőtt kiraknátok, én 40 millióért adtam el, de ahogy láttátok, ebből is jó sok Young lett. Itt láthatjátok a titán pajzsomat, ugye attól a kollégától veszem meg 7 milliárdért, teljesen megérte szerintem ezt, nagyon szépen köszönöm, nagyon sokat segített az új C, nagyon örülök, hogy beléptem ebbe a C-be, úgyhogy titeket is biztatlak, hogy minél előbb keresetek valami jó C-het, mert nagyon segítőkészek a játékosok tényleg. Itt például egy C-társamtól kaptam egy nagyon béna kis runa alkit, ami nem kellett neki, mivel az enyémet elszúrtam, összekombináltam. Most láthatjátok, itt van egy kis videó jelenetem a horgász eventről. Részt vettem én is ezen az eventen, ez egy szombati napon volt, 400 player volt a jelen, itt amikor voltunk, voltak is laggok is nekem, mivel laptopomon tudtam lenni. Nagyon jó event volt, hogyha érdekel a horgász event, Solaris 2 Wikipédián teljes leírás, minden mi, hogyan, de hogyha még jobban érdekel, ott van WoW-nak az előző videója, abban elmondja, hogy mi, hogy van. Sikerült szereznem pár ládát, ezeket nyitom itt ki. Hát nem olyan nagy sikerrel, mivel a legendás ládák darabja 10 milliárd körül megy. Hát én 3-at kinyitottam, és olyan 6 milliárd értéket nyitottam belőle, de lehetett volna ettől sokkal jobb is. Nem vagyok annyira csalódott, ezt direkt videóra szántam ezeket a ládákat, hogy kinyissam. A többi ládából már adtam el, azért nyitok ilyen keveset, így úgymond ezek maradtak meg mutatóba, ezeket nem vitték el a boltból, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy a ritka és a sima ládából is mit kell lehet nyitni, mert mindegyiknek azért elég jó a tartalma. Ugye tudnátok kell, hogy minél jobb horgászbotok, minél jobb ilyen ládát tudtok kifogni ezen az event alatt, de ezt el is mondta az előző videójába, mondom, nézzétek meg, megtanít benne horgászni, meg minden. Tényleg elismerem, nem rossz technikája van, én is kipróbáltam. Úgyhogy hát, köbben mondom, egy 6 milliárd értéket nyitottam ki, varázsfilmen kívül szerintem mindent eladtam, vagyis próbálom még eladni, mert jelenleg is még megvan pár cucc, de a nyalóka például elment azonnal, úgyhogy nem volt olyan rossz. Itt megint visszatérnék arra, hogy Solarisnak milyen jó a küldetésrendszere. Tudjátok, van az a küldetés, amikor nagyon sok metin követ, meg nagyon sok szörnyet kell megölni. Na hát ez az a küldetésnek a folytatása, ez a barlangos küldetés. Itt azt adja az NPC, hogy meg kell keresnem a barlangba egy bizonyos, nem is tudom, lehet rosszul mondom, totemet? Nem emlékszem pontosan. És itt, mint láthatjátok, meg is lett, hát nem magamtól vagyok ilyen okos. Nagyon köszönöm megint a C-nek. A C-en belül van leírásunk erre, hogy hogy kell megcsinálni ezt a küldetést, hol található ez. Igazából itt a koordinátát láthatjátok videóban, ez alapján ti is meg tudjátok találni, de elmondják úgyis az emberek merre van. Ugye itt megmondja, hogy milyen hozzávalók kellenek neki, és akkor itt ki kell válaszolni a megfelelőt, ne felejtsétek el elolvasni, vagy esetleg le-screenshotolni a helyes megoldást, mert én kétszer kellett visszafussak emiatt. Utána, ugye itt szellemerdő végén van ez a bosszunk, ebből kellett leütnöm 2 darabot, és utána mehettem is vissza Sejong Peonghoz.
leadni, hogy hát igen, nekem megvan ez a tárgy. Aztán jött egy kicsit úgymond több ideig tartó formulós rész, ugye 90-es köveket kellett ütni a következő tárgyhoz, amiből nem is tudom hány darabot kért, viszonylag lassan esett ki, de nekem az annyira nem volt baj, mivel 90-es köveken fejlődök jelenleg, mivel lélekben is lassú a fejlődés, hétvége volt, így lehetett farmolni. Ugye a foci event az nagyon jó volt, abból nagyon megszedtem magamat, az ilyen nyári event feelinggel ért vissza, mert ilyen 6-7 millióba ment egy foci labda, és volt dupla foci labda drop, meg minden, úgyhogy nagyon jó volt. Ugye itt leadom ezt is, és akkor, ha jól emlékszem, akkor itt fogom megkapni a droppot. Nem kell hátra esni tőle, azért minden gyöngyből 5 darab nem rossz, meg pár finomság, de tényleg mondom, egy tök jól kidolgozott küldetés volt megint. Láthatjátok, hogy felfedezem éppen a növényláda adta lehetőségeket, mivel nagyon sokáig nem tudtam, hogy ez nekem miért lesz nagyon hasznos, és hát igazából megtudtam, hogy ugye harmatok azok jól fognak jönni. Itt készülődtem azira, és akkor fedeztem fel, hogy hú, hát kéne azért venni pár harmatot, mert azért van itt főszörnyes, metinköves, támadós harmat, ugye az alapharmatok. Nagyon jó harmatok vannak, 10 percesek ugye, de jók. Igazából itt felteszem az összeset, és itt láthatjátok az első az ütésemet. Ugye a karakter próbálom erősíteni, mert azt mondták, hogy 90-es mapra körülbelül egy 30k ütés kell, hogy jó tempóba tudjam ütni a köveket, mert azért ott lesz biznisz, de itt az azitól is féltem, de igazából tök lazán lemegy, ugye aranycsugival próbáltam ki így elsőre, viszonylag nem volt olyan rossz dropja, mondjuk a ládájából nem nyitottam semmi értelmeset, de hát ez így elsőre várható is volt, valószínűleg ezt is farmolni fogom a DT mellett, mert amúgy megéri. Úgyhogy itt láthatjátok még, hogy a boltból kiveszem a jangot, ugye amit kaptam a nyalókáért, meg ugye elég aktívan horgászok. Elkezdtem megcsinálni a kis varimat, erről még nincs annyi jelenet, majd hogyha kész lesz, akkor bemutatom ezt is, hogy mi lesz a célja, miért fejlődik, mit fog farmolni, de ezt majd úgyis megmutatom a következő videóba. Ez most egy ilyen kis rövid videó lett volna, mivel igazából nagyon sokat erősödik most jelenleg a karakter, úgyhogy annyira nem gyűlt anyagom, hogy ti ezt láthassátok, mert nagyon sokat horgászok, nagyon sokat ütöm a 81-es köveket, DT-zgetek ilyenek, úgyhogy tényleg teljes mértékben jangszedés folyik jelenleg. A horgászat teljesen élhető biznisznek gondolom, szerintem nagyon jó. Már csak ha azt nézitek, hogy a leadós halakat 10 millió, inkább 12 millió per darabba el lehet adni, ugye van egy olyan küldetés horgásznál, hogy 1000 darab halat, ha lehatsz, megvan, hogy milyen fajtából, akkor 5% örökös metinkő elleni erőt kapsz. Gondolkodtam, hogy összeszedem, de szerintem én ezt egyelőre a későbbiekre hagyom. Dani mondta, hogy hány óra alatt lehet az 1000-et kifogni, mert ugye ő több karakterrel horgászik, hát én egyszerre egyre tudok figyelni, meg max mellette metinköveket farmolni. Úgyhogy jelenleg próbálom pluszozni minél jobban a botomat a következő horgász eventre, valamint ezeket farmolom, mert ennek tényleg jó ára van, valamint mellette, ha event van, akkor tényleg kőfarmolás és fejlődés. Lélekben nagyon lassú tényleg a fejlődés. Nincsen drop, és egy óra 20 perc egy szint nekem szerintem körülbelül. Úgyhogy annyi idő alatt meg a köveken is beappolom, szerintem egy 85-86-ig biztos, hogy ott fogok menni, aztán megyek lélekbe. Addig most próbálom megszerezni az LK nyakas 9-et, úgyhogy az most a következő terv, de tényleg haladok, meg tök jól segítenek a C-társak, úgyhogy remélem a következő videóban már 90 plusz leszek rég, és nagyon sok szaftos 90-es mappos infóval tudok majd nektek szolgálni, hogy mit éri meg és hol éri meg farmolni. Úgyhogy ennyi lett volna a mai videó, köszönöm, hogy megnéztétek, ne felejtsetek el feliratkozni, valamint nyomni egy like gombot, ezzel nagyon sokat segítetek nekem, valamint kommenteljetek esetleg ti, hogy hogy álltok, vagy valami tanácsot, ha adnátok nekem a továbbiakba, mire fókuszáljak, vagy valami, nagyon szívesen olvasom. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, remélem találkozunk a következő videóba is, sziasztok! I see dein ass so sugar be iced.